Szóval a szállásadóval beszélgettünk arról, hogy hány kilátó van itt, és azt mondta, hogy itt szokott ultrafutni, meg most lesz október elején valami ultra Balaton verseny. Akkor én megjegyeztem, hogy milyen sok kilátó van itt. Ő azt mondta, hogy tehát nem lehet elég kilátó. Én meg úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit túl sok van, de a fene tudja. Ez privát vélemény kérdése. Úgy gondolom egyébként, hogy Magyarország most az utóbbi évtizedben kijelentheti, hogy a kilátók országa lett. szeptember 22-e van, reggel 8 óra előtt néhány perccel, és itt tekerek Keszthelyt elhagyva Gyenesdiás irányába, ezek mellett a Royal Homes nevű apartmanházak mellett, amik most épülnek itt nagy lendülettel. A mai kirándulás célja pedig a Keszthelyi hegység. Elérkeztem alsó Gyeneshez, és nekem itt kell fölkanyarodni balra, és fölmenni egészen a 71-es úthoz. A körforgalomig kell eljussak, mert ott azon átkelve kell elinduljak a Keszthelyi hegység irányába. Egyébként a nyugati széle a Keszthelyi hegységnek itt van, tehát Keszthely és Alsógyenes határában kezdődik. A mai kirándulás célja értelemszerűen, tehát akkor a Keszthelyi hegység. Évek óta szemezgetek vele, de még egyszer sem merészkedtem föl a lankáira. Hát ez a mai napom most bekövetkezik. Abból az irányból átjöttem itt a kereszteződésen, a körforgalomnál, és abban az irányban van Keszthely. Ez itt a Keszthelyt elkerülő út. Itt mindenféle ilyen áruházak vannak, és akkor ebbe az irányba van Gyenesdiás, innentől kezdődik Gyenesdiás. És nekem most ebbe az irányba kell menni, mert erre tart a kék turista út. Egy rövid szakaszon itt el kell hagyladjak itt a járdán, és aztán le kell térjek nem soká majd balkéz irányába, fölfelé a hegyek irányába. No tehát itt a jel, hogy el kell térjek balra, és akkor ahogy elnézem, itt fogok elmenni a temető mellett. És az ott már a Keszthelyi hegység a távolban. Itt a temető ezzel a nagyon szép kis kápolnával, gyönyörűen néz ki ebben a kora reggeli napfényben. Töredelmesen be kell valljam, hogy tegnap én már bemerészkedtem egy kicsit, egy-két helyre elmentem, csak hogy ne legyek teljesen sükebóc itt az útirányokat illetően, ettől függetlenül lehet, hogy fogok egy kicsit kavarogni, mert ugye nem jártam csak néhány helyen. Például ezen az úton nem mentem tegnap, úgyhogy ez nekem teljesen új. És akkor itt az erdőhatár. Itt kezdődik tulajdonképpen a Keszthelyi hegység. Onnan jövök tehát, és elérkeztem az első útbaigazító táblához. Azt mondja, hogy Pipahegy és a Nagymező. Én nekem az első célpontom a Nagymező lesz. Néhány kósza futóval és kirándulóval a kora reggeli óra ellenére már találkoztam, és lám-lám valamilyen izgalmas helyre érkezem. És ez alig, ha nem, az egyik kőbánya vagy kavicsbánya a sok közül, amit a Keszthelyi hegységben található. A perem mögül bújik elő a nap, ott pedig lent ez a hatalmas, egykori bánya terület. Én most nem akarok itt bent barangolni, végül is mindenki el tudja képzelni, hogy milyen egy ilyen bánya terület. Én inkább megyek erre tovább, mert föl kell, hogy jussak a Nagymezőhöz minél előbb. Legalábbis én szeretnék minél előbb följutni, erre vezet a kék túraút, viszont akárhogy is most megnézem, hogy errefele mi van. Ha úgy néz ki, hogy ez is valamilyen egykori kőbánya lehet, nem tudom, hogy ez annak a nagy bányának, amit az előbb néztem, annak a része feltehetően, vagy ez egy másik, és látszik, hogy mennyire benőtte ezt a területet már a növényzet. Szerintem ez itt egybefügg, mert itt van ez a kis gerinc, és emögött lehet a másik, az előző, amit az előbb bemutattam. Most megnézem, hogy erre mi van. Aha, ennyi. Tűzrakóhely lehet ott középen. No, hát ennyi, ez valamilyen kiránduló hely lehet a keszthelyieknek és a gyenesdiásiaknak. Itt föl lehet menni egészen oda a kőfal tövéig. Na jó van, szemét az van itt is. Hát ez egy nagyon szomorú dolog. Följönnek ide piknikelni, és akkor itt hagyják a szemetet érthetetlen módon. Nem igazán tudom, hogy ebben mi a jó, de hát ez van. Na visszaértem arra a pontra, ahol elágaztam, és akkor itt most megpróbálok egy kézzel megfordulni, ha sikerül, igen, talán épp hogy sikerül, elesés nélkül, és akkor megyek tovább a kék úton. Ugye én ott értem le szembe, és a kék turista út az ebbe az irányba van, úgyhogy gyerünk. Megyek itt fölfelé ezen a fantasztikus úton, a fekete fenyők között. Ez egyébként a Festeticsek műve,
Valamikor aztán az 1800-as években írtották itt ki a Keszthelyi hegységnek a déli területein a bükkösöket és fekete fenyőket telepítettek, de persze azért vannak itt őshonos fák is közte, de nagyon sok helyen fekete fenyők vannak, és ez kifejezetten mediterrán hangulatot és illatvilágot kölcsönöz ennek a környéknek. Na, itt kezdődnek az izgalmak. Ott megy a kék út, amiről most éppen itt picit letértem, de csak azért, mert itt megláttam a kék keresztet, ott a fán. De én most azért nem megyek erre, mert ez az út a Festetics kilátóhoz vezet föl. Tegnap én oda föl akartam menni, mert Keszthelyhez ez van a legközelebb. Föl is mentem, fölküzdöttem magam, de sajnos zárva volt, ugye állítólag rossz állapota miatt lezárták, nem lehet fölmenni rá. Mindegy, arról majd ide mellékelek egy pici kis filmrészletet. 2021. szeptember 11-e van, és fönt vagyok a Keszthelyi hegységben, és méghozzá a Festetics kilátónál. Most tekertem föl ide, lihegek, elég erősen, és ezt a szomorú táblát látom itt, hogy kilátó lezárva. Igazából nem tudom, hogy miért van ez lezárva, illetve valóban le van ez zárva. Na, nézzük csak. Az érdekes, hogy egyetlen turistát se látok itt. Hát igen, itt látszik, hogy volt valami lezárási próbálkozás. Na, nézzük, hogy föl tudok-e menni. Nem tudok. Hát ezért kellett ide följönni. Nem értem a dolgot. Mondjuk amennyi pénzt elköltenek kilátók építésére, erre már igazán fordíthattak volna egy kis pénzt. Ebből az irányból kijöttem ehhez a keresztúthoz, és akkor ebből az irányba lehetne fölmenni, innen is föl lehetne menni a Festetics kilátóhoz. Itt nagyszerűen ki van táblázva, szuper jó. Az a baj, hogy tegnap én nem ezen az útvonalon jöttem, és azon az útvonalon, amin én mentem föl tegnap, ott nem volt ez a figyelmeztetés. Máskülönben valószínűleg nem kínlódom föl magam, na mindegy. Akkor erre megyek tovább, mert erre lesz a nagy mező. No, hát ezen a kis lankás lejtőn kiérkezem a nagy mezőhöz. Remélem ezen a murván nem csúszok el, nem volna jó. Mindegy, itt megállok biztos, ami biztos, tehát ez a nagy mező. Ez a helyieknek egy nagyon népszerű kiránduló helye. Itt tegnap, mikor följöttem, olyan 10 óra tájba jártam errefelé, akkor már nagyon nagy tömeg volt. Én nekem viszont ott keresztül kell mennem, ott van középen egy büfé, és a másik irányba kell tovább mennem. Na, itt vagyok a büfénél, és itt volt tegnap az óriási piknik. És tegnap, amikor ide megérkeztem, itt tettem egy kört a biciklivel, itt a büfé körül, és kirontott a büfés bácsi, és elkezdett agitálni. Magyarázott itt mindenfélét, hogy merre fele lehet itt menni, milyen utakon, ami segítség volt, de utána azért előállt a farbával, és mindenáron rám akarta tukmálni a házi szilvalekvárját. 2000 forintért csuporonként, amivel alapvetően nem biztos, hogy baj lett volna, csak hát mi tele vagyunk szilvalekvárral történetesen otthon. Elindultam hát ezen az ösvényen, és látszik, hogy ott a fán, hogy ez a kék túraútvonal, meg a sárga jelzés, bármit is jelentsen az. És ez egyben egyébként egy erdei tornapálya is. Itt van, hogy milyen gyakorlatokat kell végezni, de én úgy döntöttem, hogy elég gyakorlat az itt föltekerni. No, elérkezem megint egy útbaigazító táblához, és akkor nézzük csak. Fénykereszt, Vadlánlik, 1,2 km. Nekem az első, illetve hát a következő célpontom ugye a Festetics kilátó után a Berzsenyi kilátó lenne, de akkor nézzük meg, hogy ez a Vadlánlik, ez micsoda, ez egy barlang egyébként. Egyelőre nagyon jó ez a kis ösvény, és azt tudni kell egyébként, hogy itt a Keszthelyi hegységben elég sok barlang található. Vannak egész nagyok, mélyek, hosszúak is, amiket túravezetéssel meg lehet nézni, ez a Vadlánlik egy kisebb barlang. De az az igazság egyébként, hogy amikor először jár az ember egy új terepen, akkor óhatatlan, hogy bekövetkezik, legalábbis számomra biztosan a szerencsétlenkedési faktor megjelenik, és össze-vissza bolyongok. Sokszor ez azért van, mert nem jól olvasom a térképet, sokszor a tájékoztató táblák egyébként itt a Keszthelyi hegységben is azért zavarosak, és nincsenek feltétlen összefüggésben a térkép jelzéseivel, de hát biztos ebben az én hibám is benne van. Mellesleg olyan problémák is vannak, hogy a térkép az esetleg régebbi, jó néhány éves, és azóta új jelek vannak felfestve, meg új táblák, amik nincsenek összhangban a térképpel. Egyelőre nagyon jó ez az ösvény, és még egy kézzel is tudok itt biciklizni, nem annyira lejtős, de ha akarnék itt két kézzel fognám, akkor meg tudnám jól ereszteni.
Na, ilyen az erdős szakasz, itt most megint lelassítottam, csak hogy megmutassam. Na hát szóval érdemes ide eljönni, persze azért csak óvatosan egyrészt, hogy el ne vágódjon az ember, itt például a keresztbe volt egy ilyen gaj, amit jó elkerülni, mert beleakadhat az ember fejébe. A másik pedig az, hogy hát ha esetleg itt jön kiránduló szembe, mondjuk azt illomos lenne nem elütni. Abból az irányból tehát jöttem tovább az úton, és itt elértem a falu felső határát, egy Jenesdiásnak a felső határa, látszik, hogy ott van a távolban a Balaton, itt a kerítés rácsai között, meg ott a fák között is egy picit látszik, és akkor itt kell nekem a Vadlánlig felé tovább ereszkedni. Abból az irányból tehát elérkeztem itt egy leágazáshoz. Gyanús, azt mondja, itt van egy tábla, hogy Berzsenyi kilátó, ugye ez visszafelé, Üdöskút, és akkor ezen az oldalon a táblán az van, hogy Tüskés lap, ami nem tudom mi, és Vadlánlig 22 méter. Na hát akkor egy perc gyalog. Feljöttem erre a kis fensíkra, föltoltam a bringát, mert elég nehéz lett volna ott föltekerni. Itt van a barlang. Na nézzük, én itt most letámasztom a bringát, nem viszem oda le. Jövök itt lefelé, és akkor szerintem itt már itt vagyok a barlangnál. Igen, ez lesz a barlang. No, itt vagyok a Vadlánliknál, a Keszthelyi egység sok barlangjának egyikénél. Nem tudom, mi ez a vadlán, de olvastam egy leírást, mely szerint ezt a barlangot a szél mélyítette ki. Na most hát azért megmondom őszintén, nem tudom, hát lehet, hogy a geológusok ehhez jobban értenek, illetve nyilvánvaló, hogy jobban értenek, de azért nehéz elképzelni, azt legyünk őszinték, hogy ezt a szél mélyítette ki. A jó ég tudja, akárhogy is, minden esetre nagyon jó kis barlang, itt akár lakni is lehetne, és úgy látom, hogy itt még a postaládának is van egy vízbiztos hely, tehát a postás ide berakhatja a leveleket, úgyhogy tökéletes lehet ez lakás céljára. A panoráma nem sok az erdő miatt, de hát ez van. No, hát visszaértem ez az elágazáshoz, és akkor én nem megyek visszafele, hanem megyek erre tovább, mert az előbb találkoztam egy kutyás párral, akikkel már korábban is találkoztam, és itt újra találkoztam ezen az ösvényen, tehát akkor valahogy ők is itt körbe jöttek, tehát akkor megyek erre tovább. Abból az irányból kijöttem ez az elágazáshoz, itt látszik, hogy ez futóút is egyben, de erre fele is vezet egy ösvény, és erre megy tovább. Elméletileg ez valamilyen turista út, valamilyen jelszerűség lenne ott a fán, nem látszik egyértelműen, talán sárga, nem tudom. De itt van egy ösvény fölfelé, és én ezt most megnézem, hogy itt mi van. Mert valahova vezet ez az út, nem véletlenül van ez itt. Alig jöttem 30-40 métert is, és úgy látom, hogy nagyon érdekes részhez érkeztem. Szerintem ez a bánya lesz, amit én már az előbb megnéztem, amikor a kék turista úton haladtam. Szerintem ez az lesz fölülről. Na nézzük csak. Ott valami hatalmas leszakadás van. Itt is egy óriási leszakadás. Fúha! Nagyon csúszik egyébként ez a kavicsos murvás rész. Egyébként ez murva bánya. Úgy van feltüntetve a térképen. Akkor ez az lesz. És én valahol ott lent mehettem el. Nagyon óvatosan megyek, mert ha itt megcsúszom, hatalmasat lehet szánkázni. És az nem tesz jót az egészségnek. Ide is kimerészkedem. Tehát én valahol ott lent mehettem, innen nem is látszik. Jó nagy ez a terület. És ott a másik oldalon, azon a hegyteten ott van egy kilátó, és szerintem az lesz a Berzsenyi kilátó, ahova igyekszem, amit több táblán láttunk is már. Nem tudom, mikor hagyták abba a kifejtést ebben a bányában, de az nagyon jól látszik, hogy a természet hogy visszaköveteli ezt a területet magának. Hát itt lent is milyen gyönyörűen nőnek a fák, meg ott, hogy jön lefelé az erdősáv. Ott azon az oldalon is. Fantasztikus, hogy azon az omladékony, meredek talajon is végül is hogy gyökeret vernek ezek a nagy fák. Itt is. Egy picit is lankásabb, ugye ott azon a meredeken nem tud megmaradni, bár próbálkozik. De itt egy picit is lankásabb, és már is nagy fák nőnek ki. Itt is lent. Én valahogy szerintem körbejöttem, mert valahogy ott fönt mehettem, bent az erdőben, az erdei ösvényen, és akkor így valahogy ezen az oldalon jöttem ki. Na, nézzük, hogy itt följebb milyen a kilátás. Tök jó, lehet, hogy érdemes lenne oda bemenni, bár hát végül is itt lehet onnan látni többet. Innen mindent lehet látni, ami lényeges. És innen észrevettem még egy kilátót ott, amott látszik a hegytetőn,
és hát oda is el fogok jutni, most megmondom őszintén, nem tudom mi annak a neve, de majd megnézem a térképen, oda is el akarok jutni, ha lehet. Onnan a bánya peremétől tehát visszajöttem ide, és akkor itt valóban ez sárga turista jel, akkor én erre megyek tovább. Viszont egyre lejjebb megy, úgyhogy ennek meg lesz a bőtje. Na, innen leereszkedtem az erdőből, és akkor itt látszik egy tábla, hogy Tücsök domb, aminél nem voltam, nem tudom az merre van, és a Vadlánlik, 662 méter, tehát nem jöttem túl sokat lefelé itt, viszont ezen az aszfaltos úton én nem jártam. Mert ez nem ez az út volt, amin én mentem fölfelé, ez a kék túraútvonal volt. Viszont akkor én megnézem, hogy erre fele mi van. Ja, ott van a sárga kereszt, azt is láttam valahol. Ott van azon az oszlopon a sárga kereszt, akkor nézzük, hogy mi van. De hát valószínűleg ez a bánya felé vezethet. Ezek a hatalmas sziklatömbök minden jelzőtáblánál kétséget kizáróbban jelzik, hogy ide autóval nem lehet behajtani. Igen, és azt hiszem igazán volt, ez tényleg a bánya területe. És már látok itt mozgást is. Most az a kérdés, hogy én vajon azon a kék úton hol jöttem? Lehet, hogy ez egy másik bánya akkor ezek szerint. Ha mindegy, ez a sárga kereszt út, akkor lehet, hogy ez egy másik bánya terület volt. Most tehát len vagyok ebben az amfiteátrumban, amit onnan föntről, most innen nem látszik a fáktól, onnan föntről a peremről megnéztem, de ott is látszik, hogy milyen gyönyörűen kirajzolódik az a leszakadás. A leszakadásnak a pereme. Tökéletes hozzá az időjárás, elképesztően gyönyörű, sokkolóan kék az ég. 9:45 van egyébként, csodálatosan süt a nap, és fantasztikus ilyen aranyszínbe borítja be néhol a fákat. Ez az út, sárga kereszt, erre megy tovább, akkor viszont az a kék turista út, az nem ezen a bányán ment keresztül, akkor az egy másik bánya volt. Abba az irányba kaptatok kőkeményen fölfelé, és akkor most egy pillanatra visszanézek, egy picikét takar a fa, hát nem sokat. Onnan valahonnan kameráztam le, annak a tetejéről ott, arról a peremről az előbb. No, itt végre kilankásodott az út, nagyon rossz az a meredek, nem a meredekség miatt, amiatt is nehéz, de annyira murvás, hogy egyfolytában kipörög a kerék. Úgyhogy többször meg kellett álljak azért, egyszerűen elvesztettem az egyensúlyomat, mert kipörgött a kerék, és gyakorlatilag megálltam. Ez viszont az a nagy rét lesz, illetve pontosabban nagy mező, ahol az imént voltam, tehát akkor tettem egy hurkot. Ami nem baj, mert akkor így láttam két bányát is. Sárga kereszt. Igen. Újra itt vagyok, még mindig nincs mozgás, túl korán van, most olyan 9:45 körül van. 9:20, onnan jöttem. Először az a kék túraút, és akkor most a sárga kereszten jöttem, akkor most már akkor irány a Berzsenyi kilátó. Itt a jeleken látszik, hogy itt ismét együtt halad a kék és a sárga kereszt, és akkor itt van az az egyik anomália, amire az előbb már utalást tettem, nevezetesen, hogy a jelek és a térkép az nem mindig van. Itt is van egy sárga nyíl. Lehet, hogy ez valamilyen futóút abba az irányba, ha jó ég tudja. Tehát, hogy nincs mindig összhangban a térkép a turista jelekkel. Na, itt van az az elágazás, ahol én elmentem a Vadlánlik felé és a fénykereszt felé. Nem tudom, mi a fénykereszt, az nem derült ki. A Vadlánlikat viszont láttuk, és ezzel, hogy láttuk a Vadlánlikat, láttuk azt a nagy bánya területet is, és akkor azt mondja, hogy Berzsenyi kilátó. Hát valaki tréfálkozott, mert első pillanatra úgy tűnik, hogy 14 kilométer, mert valaki lekaparta a vesszőt, de hát ugye látszik, tehát az 1,4 kilométer. Onnan kiérkeztem ehhez a keresztúthoz, és akkor gyanítom, hogy abba az irányba lesz a Berzsenyi kilátó. Ott van egy tábla, a szembejövőknek eligazítás, úgyhogy szerintem ez lesz a helyes út. Mindjárt megnézzük, hogy mi van erre fölfestve. Nyilas erdő, nagymező. Igen, ez valószínűleg azoknak szól, akik a Berzsenyi kilátóból jönnek, úgyhogy gyerünk erre tovább. Na, megint egy elágazás, azt mondja, nyilas erdő, büdös kút balra. Na most lehet, hogy egyébként ez a büdös kút nekem később jobb lenne, mert az egy elágazási pont itt a Keszthelyi hegységben. De először mindenképpen fölmegyek a Berzsenyi kilátóba, egyenesen. Viszont ahogy ezt elnézem, ez kint keserves lesz. Hú, ez nagyon kemény kapaszkodó, ami itt következik. Brutálisan kemény és hosszú emelkedőn jövök fölfelé, és muszáj volt megálljak egy picit szusszanni. Kegyetlen, még meredekebb szakasz következik, nem tudom milyen hosszan. Tehát muszáj volt megálljak pihenni egyet, mert hát végül is én nem vagyok olimpikon. Nem vagyok Vas Katablanka. No, végre fönn vagyok a gerincen, nagyon brutális volt ez az utolsó szakasz, és az vigasztal csak, hogy ilyen gyönyörű
az ég, ilyen csodálatos a napsütés, és hogy itt elindul lefelé az út. Itt a tábla, itt a Berzsenyi kilátó 174 méterre innen, és itt látszik az is, hogy nincsen vége szenvedéseimnek. Arra vezet tovább az út, de én szerintem a Berzsenyi kilátóba itt kellett érni balra, na gyerünk fölfelé. No, ebből az irányból végre fölkínlódtam magam, föl tudtam tekerni még ezen az utolsó szakaszon is, ami elég meredek volt. Ott van egy pad asztalkával, és akkor végre itt van a Berzsenyi kilátó. És nagyon bízom benne, hogy ez nincs lezárva. Azt mondja, hogy készült 2002-ben. Na, gyerünk föl! Csodálatos kék az ég. Fantasztikus kilátás lesz. Remélhetőleg, na, gyerünk fölfelé. No, hát az utolsó lépéseket teszem föl a kilátó tetejébe, és akkor a Keszhelyi egység irányába, észak felé. Ez a kilátás. És akkor ott a távolban az lesz szerintem a Patkői kilátó. Megpróbáltam rázoomolni. Ez az a másik kilátó, amit én szerintem onnan a bányától láttam. Az ott pedig a Patkői kilátótól balra a kövestető. Rázoomolok, ahol az a torony van, az 444 méter magasan van, az a Keszthelyi hegységnek a legmagasabb pontja. Fordulok tovább balra, először nyugatra, aztán majd délnyugat felé. Beúszik a képbe Keszthely látképe, és akkor az ott már Keszthely. Picit közelebb zoomoltam a városhoz, tehát az ott Keszthely, és akkor az ott a Keszthelyi öböl. És az ott lent, amerre most néz éppen a kamera, az Keszthelynek a parti sétánya, ahol az óriás kerék is van, ott látszik pont egy daru, ott egy nagy szállodaépítkezés van, és akkor ott van a móló, a hajókikötő, mögötte pedig a strand. Tovább fordulva kelet felé pedig ugye ez látszik, de sajnos mondom, a nap az nagyon rossz irányból süt most, és akkor megtettem egy kört, mert ott van újra a Patkői kilátó a távolban. Amúgy a távolban azt hittem, hogy ott is van egy kilátó, de közelebb zoomolva látszik, hogy az csak egy fa. És egyébként látszik itt, hogy vannak itt őshonos fafajták is, de közöttük ott vannak bizony a fekete fenyők. Tehát ugye, amit a festeticsek betelepítettek fekete fenyőt, azok közé az őshonos fajok újra azért föltörtek. Hogy mi volt egyébként ennek a fekete fenyő betelepítésnek a célja, ezt nem tudom, hogyha valaki gondolja, hogy tudja, és meg akarja írni, akkor nyugodtan írja meg kommentben. No hát onnan újra visszaértem ez a kereszteződéshez, és akkor gyanítom, hogy ebbe az irányba kell tovább menni, a Patkői kilátó irányába. Amúgy ez a biciklitúra egy rövid kirándulás lesz, mert nem akarom, hogy nagyon elmenjen a nap. Csodálatos az idő, és kicsibe a lent vár engem Keszthelyen, úgyhogy olyan dél körül, kora délután maximum egyig vissza akarok érni, ha lehet, Keszthelyre, úgyhogy tulajdonképpen egy-két pontot akarok még csak megmutatni, és aztán tűzök vissza Keszthelyre, mert ki akarjuk még használni ezt a csodálatos napot. Menni akarunk le strandolni, meg napozni. 19 fokos állítólag a Balaton, bár lehet, hogy mára már egy fokot a rengeteg napsütés miatt talán emelkedett, nem biztos. Tegnap voltam bent, tegnap is 19 fokot mondtak rá. Hát egész tűrhető volt egyébként. Én nem mondtam volna meg, hogy 19 fokos. Én úgy tippeltem volna, hogy legalább 20, talán 20 fölött is lett volna. Hát biztos egyes részein melegebb, másik részein hidegebb. Itt a Keszthelyi öbölben, mintha egy picivel melegebb lenne. Amikor pénteken jöttünk le, akkor Tihanynál, a Gödrösi Szabadstrandnál megfürödtem, ott bizony hidegebbnek tűnt. Tegnap viszont bent voltam Badacsonynál, és hát el kell mondjam, hogy kifejezetten jó volt a víz. Nem azt mondom, hogy meleg volt, de egész elviselhető volt. Na most úgy nézem, mintha zsákutcába keveredtem volna, semmiféle jelzést nem látok, egy vékony, keskeny ösvényé szűkült le az út, nem tudom, hogy ez lenne a sárga jelzés, mondjuk hozzá kell tenni, hogy nem láttam semmilyen jelzést már egy ideje, lehet, hogy rossz úton megyek. Ez jó pofa kis ösvény, csak az a baj, nem tudom, hova vezet. Leginkább azért nem biztos, hogy errefele kellene mennem tovább, mert aztán elkeveredek a csuda tudja hol. Nagyon csábító egyébként ez az ösvény. Egy picit visszajöttem, onnan filmeztem az előbb, és itt a sárga jel, tehát akkor mégiscsak jó helyen vagyok. Futóút is, meg ez turista út is, akkor jó van, akkor megyek tovább a sárga úton. Viszont ott az a szomorúság, hogy ott van egy vadles. Na most az az érdekesség egyébként, hogy ugye szarvasbőgés ideje van,
ilyenkor, és hát több erdőt lezártak már a vadászat miatt, de szerencsére a Keszthelyi hegység az ebből a szempontból nincs lezárva, úgyhogy itt még nyugodtan lehet turistáskodni. Onnan jövök, nagyon jó lefelé ez az ösvény, kicsit óvatosan kellett jönni, mert nagyon sok kő van az úton, és akkor erre megy tovább, tök jó. Viszont ennek meg lesz a böjtje, mert majd kemény kapaszkodó fog következni, mert elég hosszan megyek lefelé. No, elindult fölfelé a kaptató, egyelőre még tűrhetően lankás, még tudok egy kézzel is biciklizni, egészen enyhe. Tök jó lenne, ha végig így menne fölfelé, mert akkor két kézzel fogva a kormányt eléggé meg is tudnám tekerni. Mindjárt el is rakom a kamerát. Hát elkezdődött a kőkemény kapaszkodó. Legalsó fokozatban vagyok, de folyton kipörög a kerék. Úgyhogy most mellett kellett álljak egy szusszanásnyira. Aztán erőködök tovább fölfelé. Jaj, de jó, onnan kijöttem. Nem volt annyira hosszú ez az ösvény, és kijöttem erre a széles útra, de nekem ebbe az irányba kell menni. Itt is van egy becsatlakozás abból az irányból, és ott meg a jelzőtábla. Úgyhogy mindjárt megnézem, hogy oda mi van kiírva. Azt mondja Meszes hegy, Cserikapu arra lefelé. Azt mondja Nagymező, Vadlánlik, ugye abból az irányból jöttem. És akkor megyek tovább ugye a sárga úton, Zalai turisták emlékhelye, Patkő, Büdöskút, na ez kell nekem. Vadlán Ultra Trail ösvény, ugye ez az ultra futóknak a pályája. Egyébként néhány futóval találkoztam, és ahogy említettem korábban, ugye abba az irányba kell menjek tovább, a szálláshely adónk, a szállásadónk is ultra futó, és mondja, hogy valamilyen 110 kilométeres futóversenyre készül most október elején. Na most elkezdtem gondolkodni ezen, hogy egy időben én is rengeteget jártam futni, de hát ez a táv, de számomra szóba sem jöhetett. Az egyetlen hosszú táv, amit lefutottam, ugye én általában két kört futottam le a Margit-szigeten, és néha futottam erdőben is, de viszonylag ott ritkán, a Margit-szigeten viszont nagyon rendszeresen, és a leghosszabb táv, amit a Margit-szigeten, illetve bárhol lefutottam, az a félmaraton, ami négy Margit-sziget kört jelent. Ennél többre nem vállalkoztam soha, de úgy is éreztem, hogy ennyi nekem elég. Nyilván egyébként le tudtam volna futni a maratont is, ugye arra rá kellett volna készülni nem csak fizikailag, hanem mentálisan is, de arra nem vállalkoztam igazából. Nem tudom, nekem ez bőven elég volt, hogy egyszer lefutottam a félmaratont. Amúgy ez a Keszthelyi hegység szigorúan védett természetvédelmi terület, és elméletileg itt még bringázni sem szabad, ugye azt tudjuk, hogy a turista utakon a legtöbb helyen szabad biciklizni, hegyi bringázni, és állítólag itt nem szabad, csak egyedül a kijelölt helyen. Na most az egyetlen kijelölt bicikli út az egy aszfaltos út, ami így félkörívben körbe megy, Jenesdiásról indul és Balatongyörökön érkezik le a körforgalomhoz. Tehát az végig egy aszfaltos út, megmondom őszintén, az engem annyira nem érdekel. Most én itt valószínűleg érinteni fogom. Nem tudom, hogy végül azon megyek el vagy nem, ez még majd elválik. De igazából nem akartam azon menni, hanem ott ugye egyrészt a kilátókat akartam meglátogatni. Na most ez, hogy mivel ez szigorúan védett természetvédelmi terület, ugye nagyon ritka növény és növénytársulások és nagyon ritka egyedi állatvilág miatt van ez, értelmetlen egyébként korlátozást kivetni a biciklisekre, mert ha a turista úton közlekedik a bringás, akkor semmilyen kárt nem tesz a természetben. Egyszerűen semmilyen kárt. Ugye megyek itt szépen a turista úton, milyen kárt tehetek én itt? Semmit. Megint elérkeztem egy elágazáshoz, és akkor Büdöskút előre, Kitajbel kilátó. Kitajbel kilátó az Vonyarcvashegyen van, Vonyarcvashegy fölött éppen hogy. Nekem abba az irányba kell menni, mert erről a zöld keresztről kell letérni a Patkői kilátóhoz. Ugye kiírva nincsen, de remélem, hogy ez oda fog vezetni, tehát akkor ebbe az irányba elindulok. De viszont kétségtelen, hogy az elgondolkodtató, hogy egyetlen egy biciklissel sem találkoztam itt. Tehát lehet, hogy itt ezt mégis komolyan veszik, nem tudom. Elképzelhető. Ugyanakkor a szállásadó mondogatta nekem, hogy nyugodtan térjek le itt a turista utakon, össze-vissza lehet bringázni, úgyhogy ő maga javasolta, hát mivel itt lakik Keszthelyen, és sokat jár föl ide az erdőbe, ugye futni, ultra futni, ezért feltehetően tudja, hogy mit beszél. Mindegy, nem láttam biciklist rajtam kívül egyáltalán, viszont sok kutyást láttam, futókat láttam, túrázókat láttam. Alig jöttem talán 200 métert, a fene tudja mennyit, és itt van a leágazás, hogy Patkői kilátó.
Nem tudom, hogy itt a napfényben mennyire látszik. Tehát itt van egy patkői kilátó, és akkor nekem arra fele kell tekerni, fölfelé a patkői kilátóba a zöld háromszög a jel. Közepesen meredek volt eddig a terep, itt viszont úgy látom, hogy megérkezem a kilátóhoz, és ez az utolsó szakasz, ez kemény lesz és köves. Na, megjöttem a patkői kilátóhoz, és itt ez szerint, a tábla szerint patkői kilátó épült 2015-ben. A tábla szerint, ami itt a kilátó tövében van, 408 méter magas dombon található a kilátó, és 18,9 méter magas. Egyébként ez a Keszthelyi hegységnek a legmagasabban lévő kilátója. Ugye a Keszthelyi hegység legmagasabb pontja 444 méter, ami innen nem messze magasodik. Az pedig nem más, mint a köves tető. Ott arra látszik, ahol az a torony van, az 444 méter magasan van. És akkor, ahogy itt szép lassan nyugat felé fordulok, ott a távolban felbukkan Keszthely, és ott is felbukkan. Kicsit közelebb zoomoltam, és akkor így nyugat felé tekintve az ott a Berzsenyi kilátó, onnan jöttem most. Itt a lombkoronák alatt lévő úton tekerektem, és jöttem el ide a patkői kilátóra, és ott pedig a Balaton bukkan föl. Azt még el kell mondani, hogy a Keszthelyi hegységet egyébként nem csak hegységnek szokták nevezni, hanem Keszthelyi fennsíknak is. Lehetetlen az is lehet az oka, hogy egyébként onnan a távolból látszik a Keszthelyi hegységnek a másik vonulata, ami ugye két fő vonulata van, és az lehet a Keszthelyi vonulata, a Keszthely és Rezi irányába vezető vonulat. Tehát, hogyha Rezi várához akarnék menni, akkor feltehetően azon a távoli hegyvonulaton kellene tekernem. Na mindegy, szóval visszatérve, tehát Keszthelyi fennsíknak is szokták nevezni, és feltehetően ez abból ered, hogy ugye ez még a középhegység magasságot sem éri el. Azt egy korábbi videóban már említettem, vagy lehet, hogy több videóban is említettem, hogy a középhegység az 500 méter és 1500 méter közötti magasságú hegyekre vonatkozik. Ugye ez 444 méter a legmagasabb pontja, tehát ez messze nem éri el a középhegységi magasságot. Azóta távolban pedig feltehetően a Kitaibel kilátó, de ebben nem vagyok egészen biztos, az Vonyarcvashegy fölött van, de az is lehet, hogy az már a Balatongyörök fölötti, vagy a Bélmátyás kilátó, vagy a Baccsányi kilátó. Az az igazság, hogy mivel nem látok innen ebbe az irányba több kilátót, így aztán nem tudom megmondani, hogy egymáshoz viszonyítva ez melyik lehet. Minden esetre az már egész közel van a Balatonhoz, és mind a három említett kilátó viszonylag közel van a vízhez. Úgyhogy nem tudom, melyik lehet a három közül. 10 óra 34 perc van, ott van a kilátó, és leültem ehhez a padhoz most enni, és kicsi Bea egyetlen egy kifli szendvicset csinált nekem, ami egyértelmű jelzése annak, hogy ne maradjak el sokáig, hanem igenis ezt megeszem, úgyis hamar újra éhes leszek, tehát menjek vissza Keszthelyre. Ott a kilátó, és vele átellenben itt egy emlékhely, méghozzá a Zalai természetjárók emlékére állították ezt. És itt vannak nevek, nem olyan rég elhunyt nagy természetjárók, 2018, 2004, és a többi, és a többi. Ez a két másik oszlop is őrájuk emlékezik. Azt viszont elképzelni sem tudom, hogy azok, akik ezt a rengeteg cuccot ide felhozták, hogy miért nem képesek levinni magukkal, amikor kiürültek a dobozok meg a különböző csomagolóanyagok, és azt nem értem, hogy amikor látja, hogy már nem fér bele, akkor miért pakolja rá a tetejére? Tehát ennyi esze, hogy lehet egyes embereknek, illetve miért nem képesek levinni magukkal? Tovább jöttem a patkői kilátótól, és most ereszkedem le a Büdös kút irányába. Na, szerintem itt újra becsatlakozom a Sárga útba, igen, Büdös kút, azt mondja 120 méter. Hát akkor az tényleg nincs messze. Feltehetően ez lehet a Büdös kút. Na most azt nem tudom, hogy a Büdös kút az valójában tényleg egy kút-e, vagy ez csak egy elnevezés, nem tudom. Az biztos, hogy ez egy elágazó pont, azt mondja. Büdös kúti pihenőház, tényleg egy pihenőház, fedett étkezővel. Itt valamilyen szobor van, nem tudom, ez kinek a szobra, vagy csak úgy. És akkor itt van az az aszfaltos út, amiről beszéltem, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen egy... Opa! hogy tulajdonképpen ez az egyetlen egy biciklizésre kijelölt út, ami hivatalosan biciklizésre kijelölt út, ami nem tudom, hogy jelenti-e azt, hogy semmilyen más úton nem lehet itt hivatalosan biciklizni, vagy azért a turista úton lehet, nem tudom, mindegy. Tehát ez megy körbe félkörívben, ugye Gyenesdiástól indul onnan a körforgalomtól, és Balatongyörökre, szintén a körforgalomba érkezik le, abban az irányból jön.
És akkor itt van egy tábla, még ezt megmutatom, hogy mi ez. Tehát itt több út keresztezi egymást. Medvehagyva tanösvény, bármit is jelentsen az. Túrázás 10 parancsolata, és valahol itt láttam, ja igen, tisztelt erdőjárok, hogy itt elméletileg se lóval, de még biciklivel sem szabad bemenni. De igazából értelmetlennek látom. Tehát, hogyha túrázó bemehet, futó bemehet, akkor a bicikliző a turista úton miért nem mehetne be? Semmi értelme nincs megtiltani. Az megint egy más kérdés, hogy akkor a turista útról nem térhet le. Bár ugye egy csomó olyan út van, ami erdészeti út, ahova természetesen terepjáróval bemennek, mert ott is egy vad lesz. Nekem nem mondja senki, hogy a vadász, aki itt esetleg lövöldözik, az nem jön ide be teherautóval, vagy a kis teherautójával, a terepjárójával. Úgyhogy teljesen értelmetlen a bicikliseket kitiltani innen. Ráadásul itt is jön egy autó éppen. Tegnap egyébként én itt elindultam lefelé ezen az aszfaltos úton, nem tudom, 1-200 métert mentem, vagy még annyit, a piros turista jelen, aztán rögtön le is tértem balra, és elmentem a piros úton, nagyon zögykölődős, zegzugos úton elmentem egészen Balaton-Edericsig, és ott ereszkedtem a Keszthelyi hegységnek a keleti szélénél, és ott mentem vissza a Balatonra. Ereszkedem lefelé ezen az istentelen úton, rettentő köves és meredek, és már teljesen elfáradt a kezem, úgyhogy időnként meg kell állni, míg ez az első megállom, és az ott lent Balaton-Ederics. Látszik talán a falu templomja, és mögötte a Balaton is. Na, onnan végre kiérkeztem ide a műúthoz, és itt kiderül, hogy ez a Panoráma utca, ami egy kicsit csalóka, mert panoráma itt nem sok van, viszont meredek az egészen biztos. Abból az irányból kiérkeztem a Panoráma utcáról, és ez valami Romi út, vagy Romi utcának nevezik. Itt látszik a fán, hogy ez turista út, és akkor, hogyha arra fordulok, akkor ott a Balaton, ott van Szigliget, ott van Badacsony, ott van a Szent György-hegy, és azt ott nem is tudom már micsoda, az a Csobánc ott a háttérben, a Szentgyörgy hegytől talán egy picit balra, és ott a távolban az ott Tapolca, ott vannak azok a betonházak, lakótelepi házak, és látszik, hogy ez az utca, ez nagyon helyes kis utca, és nagyon bájos kis házikók vannak itt, csodálatos panorámával. Nos, hát abból az irányból leérkeztem a faluba, és ahogy ott visszanézek, az tehát a Keszthelyi hegységnek a keleti fala. És akkor most megyek lefelé tovább, a Balaton irányába. Aztán lementem Badacsonyba, és ott fürödtem egyet, amiről már említést tettem. Én viszont itt most visszamegyek, és akkor megpróbálok azon az úton lemenni a Kitaibel kilátóhoz, mert ott még nem jártam. Na, visszatértem ehhez az elágazáshoz, és akkor itt a Kitaibel Pál kilátó irányába megyek. Megnézem, azt mondja 5 km, 90 perc gyalog. Hát remélem, hogy hamarabb odaérek a bringával. No, itt mentem el az előbb a Patkői kilátó irányába, viszont én most folytatom tovább az utat a Kitaibel Pál kilátóhoz. Abból az irányból jövök, ezen a szokványos erdei úton, és állati béke és csönd van. Fantasztikus nyugalom van itt, és ebbe az irányba ilyen gyönyörű a kilátás. Itt vannak ezek a fekete fenyők. Állítólag ezek fekete fenyők. És kifejezetten mediterrán hangulata van ennek a résznek, és nagyon erősen érződik ez a fenyő illat, fantasztikusan jó. Olyan nagyot ereszkedtem az előbb, hogy most kapaszkodnom kell, és közben meg állati finom az illat. Kicsi tekerés, hosszú ereszkedés, kicsi tekerés emelkedőn, aztán megint hosszú ereszkedés, és ez elméletileg a kilátó túra útvonala. Azóta nem láttam egyébként a Kitaibel kilátó táblát, mert ugye elméletileg itt jobbra le kell térni a Kitaibel kilátóhoz. Ez az út Balatongyörökbe futna be, a Kitaibel kilátó pedig Vonyarcvashegy fölött van. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e majd jelzés, hogy hol kell letérni. Mert a térkép szerint innen erről az útról nincs jelölt turista út a Kitaibel kilátóhoz. Viszont a tábla meg azt jelezte, hogy ebbe az irányba van, úgyhogy na majd meglátjuk, hogy mi lesz. Onnan jövök, és itt van egy jelzőtábla, azt mondja, hogy tovább keserütető Szent Mihály domb. Hát szerintem az a Szent Mihály domb a Szent Mihály kápolna, az, ami ott egészen lent van Vonyarcvashegynél, ugye? Az ott van. A Szent Mihály kápolna, azt hiszem az a Szent Mihály domb, az 3,3 km. Viszont az a helyzet, hogy ebbe az irányba is lehet menni, és ebbe az irányba is lehet menni, úgyhogy nem tudom, hogy ebbe az irányba mi van. Mert erről egy árva szó nincs, úgyhogy... Hát akkor menjek erre fele. Újabb táblához érkeztem, és tulajdonképpen én a Darnai kilátó túra útvonalát keresem. És akkor itt mit mutat, azt mondja Gotarsz, Kitaibel kilátó. Na, ez már valami, tehát akkor itt el kell fordulni a Kitaibel kilátóhoz,
és akkor ott lent is van egy tábla, ami erről ugye nem látszik, hogy mi van ráírva, úgyhogy most legyújtjuk a bringát, és akkor megnézem. Itt pedig szalonna sütős, Bél Mátyás kilátó, Sirály. Na, akkor viszont ez azt jelenti, hogy lemegyek ezen a jelzésen, ugye akkor lemegyek a Kitajbel kilátóhoz, 2,3 km, azt megnézem, visszajövök, nem olyan nagy táv, és akkor elmegyek a Bél Mátyás kilátóhoz. Na, hála Istennek akkor. De látszik egyébként, hogy D, akkor az a Darnai kilátó túra útvonal, akkor az D betűvel jelölik. Oké, most már akkor ezt is értem. Na, ez igazi fekete fenyves, mert végig tűllevélszőnyegen megyek. Itt most már elkezdett fogyni, de ahogy elindultam ezen a narancsárga D betűs jelen, most már tudom egyébként, hogy mit jelent ez a D betű, ez a Darnai egyébként. Ezt több felé láttam, ezt a D betűt, de nem tudtam, mit jelent, különben rajta van a térképen, mert a térkép jelöli, írja, hogy Darnai kilátó túra útvonal, de azt nem jelöli, hogy ez egy D betűs jel. Abból az irányból jövök, és látszik, hogy végig fekete fenyvesek között jövök. Néha van egy-egy más faj is közötte, de többnyire itt például itt, de többnyire fekete fenyvesek, itt végig ezek fekete fenyvesek, és ahol fekete fenyő van, ott általában tűlevélszőnyegen hajtok át. Mint az őrült jöttem lefelé ezen az úton, de szerencsé, hogy időben megláttam ezt a táblát, mert ez azt jelenti, hogy itt a D betű az arra fele megy befelé, szépen ki van festve a fa ott is, meg ott beljebb is. Na, kíváncsi vagyok, hogy ott tudok-e menni biciklivel, vagy majd tolni kell. Hát izgi, eddig le tudtam gurulni, de ez összesen 30 méter volt, itt is egy D betű, viszont azt nem tudom, hogy akkor most innen hová. Ott van egy futójel azon a fán, itt merre kell menni. Na mindegy, ez jó, fogalmam nincs. Hát itt nagyon zegzugosan tekereg, alig lehet észrevenni az ösvényt, és ugye így megy tovább. Itt például árokugrás következik, úgyhogy itt ezen át kell ugratni, viszont sok helyen látok ilyen prizmát, tehát feltehetően itt van éjszakai futás, és akkor ezek a prizmák segítik, ugye, hogy a fejlámpa fénye megcsillanjon rajta. És hát akkor ott a D betű a másik oldalon. Na, gyerünk! No, hát végül fölültem, de nem kellett sokat guruljak, és kiérkeztem ide, erre az útra. Na, most ez tök jó, mert ezen jól lehet menni, és azt hiszem, ha jól látom, ez a jel azt mutatja, hogy akkor lefelé, abba az irányba kell menni. Tök jó. No, abból az irányból jó hosszan ereszkedtem, és akkor itt van ez az eligazító tábla, és akkor látszik, hogy ebbe az irányba kell menjek a Kitajbel kilátóhoz, 0,9 km. Hú, de gyönyörű ez a szakasz. Ugye nem látom a D betűt, már csak a futójelet látom, de remélem, hogy jó felé megyek. De elképesztő. Ha esetleg mégis rossz irányba mennék, akkor se fogom bánni, mert gyönyörű és fantasztikus fenyőillat van. Ezt nem lehet érezni a képernyőn át. De látszik, hogy ott-ott végig fenyők. Néha egy-egy másik faj, de szinte mindenütt fenyő. Itt megint eligazító tábla lesz. Gyanítom, hogy közeledem a kilátóhoz. Ott is milyen jó az az út. Hú, hát fantasztikus. Ide érdemes bárhogy följönni gyalog biciklivel, elképesztő. Na, emléktúra, kilátó túra. 7,5. Jó, de hol a kilátó? Sok minden van felírva, de a kilátó nincs, lehet, hogy arrafele. Ott azon a másik úton. Itt a jel, tehát ezen a másik úton kell menni, most már nem lehet messze. Na, itt találtam megint egy táblát, azt mondja Vashegy, tehát akkor ezek szerint Vonyarc-Vashegyen vagyok, mert ugye Vonyarc-Vashegy, ez két faluból állt, ugye a Balaton közeli Vonyarcból, illetve a Vashegyből, a hegyi részből, és ez később egyesült. Nem tudom, hogy miért Vashegy. 388 méterre arra van a kilátó, és igen komisz emelkedő következik. Hú, végre kilankásodott, brutális volt. Az a helyzet, hogy egy 10 méteres szakaszon muszáj volt tolni, mert annyira meredek volt, de ez még hagyján, a meredekséget lebírtam volna küzdeni, hanem állandóan kipörgött a kerék. Egyszerűen annyira köves, murvás volt, nem ilyen, mint itt, nem ilyen fenyőtű szőnyeg, hanem nagyon köves, és egyszerűen nem bírtam föltekerni. Folyamatosan pörgött ki a kerék, na itt megint muszáj eltegyem. Na, sikerült ez is. Nem tudom, hol a Náthában van ez a kilátó. De nem hiszem el már. Hol van? Fú, erre lenne? Vagy arra? De nem értem ezt. Ja, itt van! Ez az!
Ennél komolyabb kilátóra számítottam. Lehet, hogy azért nem vettem észre. Na, itt még egy utolsó kapaszkodó. Hihetetlen, onnan megérkeztem végre. Itt van a kilátó, itt vagyok a tövében. Szép beton alapzatokon. Azt mondja, Vonyarc Vashegy, Kitajbel Pál kilátó. Íme ott a torony. Na, gyerünk föl! Ez haláli. Itt a kilátó. Mondom, hogy gyerünk föl. Erre kiderül, hogy nem látom a létrát. Nincs létre, elvették. Ez is zárva van. Hát eszem megáll, de komolyan mondom, abból a rengeteg pénzből, amit kilátóépítésre fordítanak, egyszerűen nem hiszem el. A kilátók országa vagyunk. Nem hiszem el, hogy ezt nem lehetett volna felújítani, és egy nyomorult létrát ide tenni, meg megerősíteni néhány létszel. Elképesztő. Na mindegy. Nem az a baj, hogy nem nagyon látni innen semmit. Ott a Balaton. És most az a helyzet, hogy kicsi be a telefonát nem olyan rég, hogy mi van, mert nagyon meleg van, és szeretne menni a strandra, és akkor most 11 óra 53 perc van, ami azt jelenti, hogy akkor én most ezen az úton nem vergődöm vissza a Bélmátyás kilátóhoz. Ugye a Bacsányi kilátót azt meglátogattam, tehát hogyha valaki azt szeretné látni, hogy az milyen, akkor a Balatonkörös, az egynapos Balatonkörös videómat nézze meg. Azon láthatja, mert oda gyalogoltam föl, és onnan mutattam meg a panorámát. A Bélmátyás kilátóról, ami szintén Balatongyöröknél van, nem tudom, hogy van-e videó. Mi ott múlt héten voltunk szombaton kicsi beával, gyalogosan, fölgyalogoltunk. Meg kell nézem, hogyha van róla videó, akkor ide mellékelem. Tádékám, mindjárt jön a gazdi. Na, ott jön. Nem ugrik le. Magas ahhoz, hogy leugorjon. Letértem arról a nagy ösvényről, kicsi Bea és Tádé odalent maradt az elágazásnál. Kár, hogy odalent maradtak, mert ez a kilátás. Szép lassan fölérek a domb tetejére. És abba az irányba már megpillantottam a tornyot, a kilátónak a tornyát. Ott van, a fák között. Na, ott van fönt a kilátó. Nem tudom, hogy arról a másik útról föl lehet-e oda menni. Na, már közben megjártam a kilátót, föl nem mentem. 2021. szeptember 3-a van, és fönt vagyunk a Bélmátyás kilátóban, Balaton-Györök fölött. Ott a Balaton, itt van a Györök, és ez a kilátás. Valószínűleg ez is Balaton-Györök, ez a falu, és egészen fölfelé terjed, itt ebbe az irányba. Fantasztikus festői a táj ebben a napsütésben, ebben a kora őszi napsütésben. Az pedig valószínűleg ott fönt a Bacsányi kilátó, ahol voltam, amikor a Balatonkört csináltam. Az egynapos Balatonkört, akkor oda fölmentem. Szerintem ez az a kilátó. Legalábbis gyanakszom rá, mert amott lent ott a golfpálya, és valahol a golfpálya mellett kellett elindulni fölfelé. Ez pedig itt lent, ez Balatongyörök. Hát elég szép, nem? Szép, nagyon szép. Tádékám, nézed a kilátást, vagy mi van? Nézed, vagy mással vagy elfoglalva? Nézi a kilátást. No, hát ennyi volt a Keszthelyi hegység biciklitúra. Én nem megyek tovább, ugye? Most eldöntöttem, meg megyünk le strandolni. Akinek azért ez tetszett, ez a rövidke túra, ugye mindösszesen 4 órás volt az egész, de ahhoz képest egyébként elég nagy területet jártam be. Összesen a Keszthelyi hegység 350 négyzetkilométer, de hát én ebből csak a déli részét jártam be, tulajdonképpen a kilátókat néztem meg, és a Balatongyöröki 2 kilátót azt nem néztem meg, Balatongyörök fölöttit, ugye ezt most említettem. Viszont az ebből a rövid videóból is kiderült, hogy annak ellenére, hogy 444 méter a legmagasabb pontja a Keszthelyi hegységnek, vagy a Keszthelyi fennsíknak, ahogy másképpen is nevezik, elképesztően meredek és kemény bicikli, illetve gyalogtúrákat lehet itt tenni. Most nem tudom, ugye erről is beszéltem már, hogy végül is szabad-e itt biciklizni, vagy ez tilos, de hogyha esetleg szabad és valaki mégis ide merészkedik, akkor baromi jó edzéseket tud tartani. Mert hihetetlen hosszú és kőkemény meredek emelkedők vannak. Jó kis murvás terepekkel, amin kegyetlenül kipörög a gumi. Dumálok itt arról, hogy egyébként szabad-e itt biciklizni vagy nem, de ahogy itt leértem a Kitaibel kilátótól, ez az elágazáshoz, és itt most elindultam Vonyarc Vashegy irányába. Jött egy család hegyi bringával fölfelé, aztán elmondtam nekik, éppen el akartak indulni a kilátó irányába, hogy tájékoztattam őket, hogy ne menjenek, mert nincs létra. De azt nem kérdeztem meg tőlük, hogy egyébként tudják-e, hogy szabad-e itt biciklizni, vagy nem szabad, mindegy, lényegtelen, de szerintem semmi kárt nem okoznak, sem ők, sem én nem okoztam.
Na, szóval tehát akkor vége ennek a biciklitúrának, akinek tetszett, azt megkérem, hogy lájkolja, illetve hogyha eddig még nem tette, akkor iratkozzon fel a csatornámra, hogy ne maradjon le a legújabb túráimról, és ne felejtse el megnyomni a kis csengettyűt, hogy biztosan megkapja az értesítést a legújabb videóimról, és akkor találkozunk a legközelebbi biciklitúrán.